Jó estét kívánok, M. Dobos Marian vagyok. Megjelentek a rezsicsökkentés részletszabályai. A rendelet szerint átlagfogyasztásig a mikrovállalkozásoknak is jár a kedvezményes ár, amit időarányosan lehet igénybe venni. Az energiaszolgáltatók pedig meghosszabbították a diktálási időt, augusztus 15-ig lehet bediktálni az óraállásokat, hogy a rezsiszámítás kedvezőbb legyen. Vendégem Boros Imre közgazdász. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön adott egy interjút a Magyar Nemzetnek, ebben úgy fogalmazott, hogy totálisan hiteltelen a baloldal, hiszen nem támogatták sem a rezsicsökkentést, az ársapkát, vagy a vállalkozások kedvező adózását. Hoztam önnek egy idézetet Gyurcsány Ferenctől, aki ma a Facebookon nyilvánult meg. Csak egy rezümét mondanék ebből. Az elvek önmagukban, ha nincs hozzá kenyér, akkor a hatalom üres és hazug önigazolási kísérletei, ami persze a végén elbukik, semmire nem mentek az üres locsogással, a felcicomázott semmi a semmibe hull. Két eltérő vélemény. Mit gondol erről? Hát azt, hogy az utolsó mondat az rá üt vissza. Az, amit mondott, az az egy nagy semmi, semmi konkrétum, tehát az semmibe hull. Itt el is lehet felejteni, azt mondja, mennyi a vélemény. Akkor ne is beszéljünk róla. Nem nagyon érdemes beszélni. Amikor arról beszélünk, hogy Magyarországon rezsicsökkentés van, és most módosulnak a szabályok, azt azért ki kell emelni, hogy nem csak Magyarországon jelent problémát az áremelkedés, hanem egész Európában, az egész világon, és hogyha megnézzük, hogy melyik ország hogyan próbálja kezelni az energiaválságot, illetve az abból adódó áremelkedést, akkor mi az ön véleménye, melyik lehet a jó irány, vagy ami hosszú távon kifizetődő, vagy ami kevesebb kárt okoz? Ugye Magyarország mindig is törekedett, bár szerények voltunk a lehetőségeink, diverzifikálni az energiabeszerzés forrásait, illetve ha lehet, akkor menné több energiát itthon saját rezsibe előállítani. Például ezzel volt kapcsolatos, és továbbiakban is az lesz, a Paksi atomerőmű megépítése is már annak idején, meg a bővítés, tehát a következő blokk. Azon kívül ugye a mátrai lignit vagyonnak a feldolgozása, mert hát ezeket az energiákat, ha külföldön kell megvennünk, az kiadás, külkereskedelmi mérleget rontja, fizetési mérleget rontja, és ráadásul időnként még jóval többe is kerül, mint amit belföldön elő lehet állítani. Ez a törekvés ma is van, ugye, atomerő, és eszeveszettül támadják például éppen ezek a illetők, akinek a nevét már kisebb, nagyon akarom mondani, bár meglehetősen mókás jeleneteket produkált annak idején a parlamentben is egyszer, amikor mondta, hogy a vagyonát igazságosan és nem tudom én, hogy szerezte, tele szájjal találta mosolyogni, a kamera elkapott, az fél évig azt mutogatta. Nem tudom, hogy haragudott rám, vagy nem, de hát ez már mellékes. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy a nukleáris energiát semmifajta negatív diszkrimináció ne érje. Egyre több ország gondolkodik úgy, hogy az atomenergia lehet egyfajta megoldás a többin túl, hogy a gáztól fokozatosan, vagy akár teljes egészében idővel leváljanak, és akkor még arról nem is beszélek, hogy a miniszter ma arról is beszélt, hogy az orosz gáztól függünk, hiszen onnan tudjuk nagy részben fedezni az energiaellátásunkat. Ezt miért nem ismerik fel mások? Hát én nem tudom, hogy felismerik, vagy nem ismerik. Én gondolkodtam, mert ugye pillanatlag innét kívülről úgy néz ki, hogy a német politikai vezetés az teljesen elhűlt. Hát ilyen szem, hogy ilyeneket mondanak, hülyeségeket beszélnek. Le akarták kapcsolni az atomerőveket, 16-nak az ömét le is kapcsolták. Most úgy néz ki, a három utolsó talán megussza. Nem tudom, hogy akkor a Habeck miniszter úr, mint a zöld, akiknek ez volt az igék igéje, hogy azt is ki kell vezetni, most mi lesz vele. De ugye az a helyzet, hogy Németország eléggé zsarolható, nem is tudja eldönteni, hogy jobban fél az oroszoktól, vagy az amerikaiaktól. És ennek a második világháborúban visszanyúló dolgai vannak. Egyet említek, és akkor haladunk tovább. Hát az a 3500 tonna aranynak a 90%-a még Amerikában kint van. Nem tudom, hogy a Fort Knox-ban, vagy a Fed Reserve New Yorkban van elhelyezve, de az nagyon hiányzik abban az esetben, ha például a nemzetközi pénzügyi rendszere is baj van, mert azért azt jobb otthon tudni. Ez egy a sok közül.
Ami miatt kell félniük. Arról beszélünk, és Orbán Viktort idézve, nem váltak be a szankciós csomagok, amelyet az Európai Unió megszavazott, és itt most többről többet egy kalap alá véve, akkor ennek az lesz a végeredménye ön szerint, hogy a szankciós csomagok elfogadása végül az ahhoz vezet, hogy egész egyszerűen környezetszennyező módon tudjuk az energiánkat pótolni, hiszen mondjuk a gázt azt már az Unió nem akarja megvenni az oroszoktól, máshonnan nehéz és drágább beszerezni. Innentől kezdve, aki lekapcsol egy atomerőművet, az holnap nem indíthatja újra, tehát marad ez a rossz megoldás. Hát ez van. Gyakorlatilag ugye a tavaly képviselt elveiket és a hangoztatott fennkölt dolgaikat a környezetvédelemre, de egyszerűen sútba dobják. Mert azért még a német kormányprogramba, és azáltal én elolvastam szép tüzetesen, hogy addig, amíg rá nem tudnak siklani arra a megújuló energiabázisra, ami majd nagyon megnyugtató lesz, addig azért orosz gáz lesz az az átmeneti valami, meg az atomerőműveket is szépen lassan építik le. Ehhez az volt, hogy megnyitják a szénbányákat, és a szénerőműveket tüzelik újra, és egyrészt szankcionálják az oroszokat, hogy ők aztán gáz nem vesznek, ha az orosz meg elejbe megy ennek a kérésnek, és keveset küld, akkor meg őrjönnek. Hát ez egy szürreális viselkedés. Ráadásul az oroszok jól járnak, hiszen eladják máshol. Hát ő természetesen ezen az egészen, mert ugye az árak emiatt fölmentek az egekbe, nagyon jól járnak, az olajukat is el tudják adni, amit Európa nem vesz meg, mások is nagyon jól járnak. Az indiaiak veszik az orosz olajat 30 dollárral az ár alatt, megcsinálják belőle a benzint, meg a gázolajat, azt meg piaci áron adják el. Ők is boldogok, a kínaiak és az oroszok is, a németek pedig saját, maguk által keltett boldogsalanságba fetrengnek, és szerintem elképesztő, hogy mondjam, érzésvilággal várnak a télre. Hogyha politikai döntésről beszélünk, akkor kinek a véleményére vár az Európai Unió ön szerint, amikor eljön egy pillanat, és egy tagország felemeli a hangját, melyik lesz az, akire hallgatni fognak? Mert úgy tűnik, hogy a magyar álláspontot, ha meg is hallgatják, de még nem hallgatnak rá. Hát az a helyzet, hogy az Európai Unió egy bonyolult szerkezet, ami az Európai Uniót magánt illeti. A parlament az teljes egészében a Nemzetközi Magánpénzbirodalom gyarmata. Tehát ott 260 vagy 70 ügynökük van, föl lehet sorolni. A bizottságnak minimum a fele, de ugye a Timmermans, az ki nem hagyható, bent volt a Junckers bizottságban, valószínűleg ő az oszlop, meg olyanok, mint Jourová, és kettőt még hármat föl tudnak sorolni, ők határozzák meg, ők az ukászokat ettől a csapattól kapják, a dollár magánbirodalomtól, ami nem egyenlő az Egyesült Államokkal, mert az Egyesült Államok is hellyel közel szenved ettől a diktátumtól. Ma mondott a Trump egy nagyon jót, nem tudom, hogy figyelték-e, hát tessék odaadni az oroszoknak az oroszok lakta területet, az ukránok mondjanak le a NATO-ról, és akkor vége a komédiának. El se kezdődött volna, ha ő lett volna az elnök. Igen, de ez nem történt meg. Nem így történt. Azóta se történt meg, viszont az nagy kérdés, hogy Európa akkor ezzel a szankciós politikával saját magát érdekérényszerítve egész egyszerűen csak azt érje, hogy a tagországok eladósodjanak, és a lakosság is eladósodjon? Na itt van a nagy üzleti húzás, ugye. Itt az a Nemzetközi Pénzbirodalom Ukrajnában már két hatalmas üzletet megcsinált. Rátették a kezüket olcsón az ukrán termőföld egy részére, nem akarom az amerikai nagy céget, mert lehetséges a cégeknek földet vásárolni. A második menet ez a 40 milliárd dolláros fegyverüzlet. A fegyverek szépen úsznak a tengeren, a hajórakleveleket meg cserebélék, ide jutnak, oda jutnak, amoda jutnak, senkit nem érdekel. Ukrán elitnek is megvan ebből a biznisze, megvolt a kongresszus szenátorainak, annak a 82-nek megszavazta, és ettől kezdve őket nem nagyon izgatja, hogy mi van. A harmadik üzlet, és ez a fontos, európai életszínvonal lenyomása, most pillanatnyilag az új értékből olyan 70%-kal, a bér 30%-kal a profit részesedik. Ezt az arányt szeretnék a bér terhére javítani, tehát még 40-60 vagy valamilyen, mert ebben a szent pillanatban Európából ez a pénzrendszer, mert
euró az ugyanaz, mint a dollár. Hát kérem szépen, nem kell azon sokat spekulálni, az euró megmentését is a dolláron keresztül intézték, akkor a kihozatala a magánpénzrendszernek sokkal jobb lesz. Ehhez asszisztál az Európai Unió és bizonyos tagországok is. Akkor ez csak a nagy tőkéseknek az érdeke. Hát akik ebbe a buliba bent vannak, igen, nem mindenki, szóval azért azt nem mondjuk, hogy az egész, hogy mondjam, vállalkozói réteg mindenre a madzagra rá van fűzve. Ezek általában a világ legnagyobb kereskedelmi bankjai, az amerikai központi bankrendszer, ez 12 darab bank, és egy csomó nagy, multinacionálisnak nevezett cég. A multinacionális nem jelent semmit, nincs ott több náció, hanem nem tudjuk, hogy ki a részvényes, mert ide-oda el vannak dugdosva különböző helyekre. Hát, és amikor valaki útjukban van, szeretnék földönteni. Hát a Volkswagen csoportot emlékszük, de nem sikerült, mert észnél volt a két fő tulajdonos. Magyarország hogyan tud lavírozni ön szerint ebben a helyzetben? Hogyan tudnánk? Lavírozni. Hát lavírozgatunk elég jól. Hát az egyik része az, hogy azért mi, hogy mondjam, kellő mértéktartással követjük ezt a háborús eseményeket. Az ukrán tömegeknek, akik bajba kerültek, kellő segítséget nyújtunk, ugyanakkor azonban semmi módon a fegyveres konfliktusba nem avatkozunk, segítséget nem nyújtunk, állásra foglalunk, fenntartjuk a kapcsolatot Oroszországgal is, a legjobb kapcsolatokat akarjuk Ukrajnával is ápolni, és időnként, amikor ide nekünk bebeszólnak, hála Isten, vannak már karizmatikus vezetőink, akik a viszont válaszsal sem maradnak adósok. Nem akkor akarok itt neveket említeni. Akkor innen folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen.